Nem kell félni a lakásfelújítástól, ezt mondják a szakemberek. Némi kreativitással és bátorsággal egyedi és takaros otthonokat lehet kialakítani. Ez főleg akkor lehet fontos, ha valakinek nincs elég befektetni való tőkéje egy új lakás vagy ház megvásárlásához, mondta el a Rádió egy Győri stúdiójában az egyik építőanyagokkal foglalkozó vállalkozás munkatársa. Mindenképpen érdemes figyelni az aktuális a pályázatokat. A másik pedig az, hogyha valakinek nincs akkora tőkéje, hogy egy új lakást vagy ingatlant vegyen, hogy merjen megvásárolni egy régebbi építésű házt vagy lakást, és annak a felújításába vágjon bele. Hiszen egy használt ingatlant is értékét is lehet növelni, nagyban korszerűsítéssel, amivel majd otthonosabbá, lakhatóbbá tesszük. A szakember szerint a legfontosabb a jó minőségű alapanyagok kiválasztása, hogy milyen cserép térkő kerüljön az épületre, az egyén ízlés kérdése. Ugyanakkor például a szigetelésben egyre több és hatékonyabb lehetőség nyílik beszélhetünk ugye a polisztirol szigetelésről, illetve vakolható közegyapotos szigetelésről. Itt mondjuk változásnak, amit lehet mondani, ugye egyre többen a grafitos szigetelés a hajlanak. Ez azért van, ugye, mert ennek 10 kal jobb a hőszigetelő képessége, mint egy sima egyszerű fehér polisztirolé. A felújítás azért is lehet költséghatékonyabb, mert nem kell egyszerre nagy összeget kifizetni, hanem a lehetőségekhez képest haladhat a tulajdonos a renoválással.